Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket. A mai jogos kérdés vendége Péterfi Csaba úr, aki a Gödöllői Polgármesteri Hivatal kabinetfőnöke, ugye jól mondtam, mert igen. Ilyen pozíciókkal, titulusokkal mindig bajba vagyunk. Voltak éppen egy szomorú hírrel akartam kezdeni azt, hogy nem is olyan régen többször is meghaltál, hiszen most volt egy ilyen immár legendássá vált Gödöllői Cyrano előadás, ahol a polgármester úr Gémesi György doktor játszotta Cyrano szerepét, és te is valami elég komoly funkcióban voltál ott is, mert egy vikomtot az valahol a gróf meg a báró a herceg között herceg van. Között van, szóval igen. Az egy elég komoly dolog, úgyhogy nem kis pozícióban játszottál. Ez elég hamar meghal ez a kedves fiatalember a Cyrano kardja által, hogyha jól emlékszem. Kedvesnek nem mondható fiatalember, igen, de elég hamar, tehát olyan hulla egyes vagyok, igen. És ugye a Cyranót azt a polgármester játsza, és te pedig ezt a vikomtot, aki cikizi az orrát a Cyranónak. Vajon a valóságban hogy van, hogy mennyire mered kritizálni a polgármestert, mennyire mered esetleg más útra terelni az ő elhatározásait, hogyha te úgy látod, hogy azok nem tökéletesek? Nagyon. Tehát én elég kritikus vagyok vele kapcsolatosan. Aztán az én feladatom pontosan az, hogyha valami nem jó, valami nem tetszik, valamit nem úgy gondolok, hogy az szerintem helyes, vagy nem csak szerintem, tehát hogy az nem éppen a helyes út, akkor én nekem szerintem az a feladatom, hogy pontosan megmondjam neki a véleményemet. A kedves nézőknek egy zárójeles megjegyzést azért engedj meg, hogy ugye itt a különböző önkormányzati szervekkel és önkormányzati funkciókkal, feladatkörökkel is most fogunk majd foglalkozni ebben a műsorban, és hát én nekem nagyon tetszett ez az elnevezés, hogy kabinetfőnök. A miniszterelnökségen is van ilyen, most már az önkormányzatoknál, a városokban is vannak ezek a polgármesteri kabinetek. Te korábban a kommunikációs igazgatója voltál a Gödöllői Önkormányzati Testületnek, most illetve az is önkormányzatnak. Az vagyok, igen. Akkor most ez egy plusz funkció lett? Ez egy plusz funkció, igen. Tehát igazából én a kommunikációs feladatokat láttam el mindig polgármester úr mellett, és így is kerültem oda, tehát én az ő kommunikációs vezetője voltam. Éppen ezért is a feladatom az, hogy megmondjam azt, hogy mit tartok helyesnek, szerintem, hogyha mondjuk volt egy interjú, akkor mi volt, amit jól mondott, mi volt, ami rosszul. De ugye az önkormányzati változások azt hozták, hogy szükség volt úgymond egy kabinetnek is a létrehozására. Ugye az önkormányzatoknál léteznek irodavezetők. Az ő felettesük a jegyző, de én ugye politikai státuszú személy vagyok, nekem az egyetlen felettesem az a polgármester, tehát nekem nincsen más felettesem, csak a polgármester, viszont miután politikai státuszú vagyok, így nem lehettem irodavezető, és éppen ezért egyre gyakoribb az, hogy a polgármesterek a politikai státuszú tanácsosukat mondjuk így nevezik ki kabinetvezetőnek, és így kabinetet hoznak létre. Még mielőtt a kabinetfőnöki munkával részletesebben megismerkednénk, egy ilyen gödöllői, mondjuk így, hogy komplexusomat szeretném itt egy kicsit feloldani, mert egy másik műsorban dr. Gémesi György volt a vendégem, akinek a különböző ilyen társadalmi pozícióit, megmondom őszintén, hogy nem tudtam előre megtanulni. Most veled pedig úgy vagyok, hogy a diplomáidat nem tudtam, ugye, mert eddig 3 diplomád van, és most már a 4. egyetemre jársz, tehát most a 4. megszerzésén fáradozol, úgyhogy akkor légy szíves, mondd el azt a 3-at, ami eddig megvan. Az eredeti az egy reklám és marketing ügyintéző, utána elvégeztem a történelem tanárit Egerben, az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskolán. Utána a Corvinus Egyetemen végeztem nemzetközi kapcsolatokat, tehát nemzetközi kapcsolatok külügyi szakértő igazából. És akkor, még mindig nem volt elég. És most elkezdtem a jogi egyetemet a Károlyin, igen. Tényleg nem udvariasságból kérdezem, meg nem így fényesíteni akarom ezt a dolgot, de hát mi a csodának még egy jogi egyetem ezek mellé? Unatkoztam. Ezt meg nem hiszem, mert éppen panaszkodtál, ugye most nagy port vert fel, ugye nagy híre volt ennek a Gödöllői Cyrano előadásnak, és én hát, hogy mondjam, hallottalak panaszkodni téged, hogy most így a két feladat, hogy ugye a színdarab is, meg a városi munka is, az elég sok, és hát a polgármester urat is megosztotta, tehát hogy te már egy kicsit vártad azt, hogy túl legyetek a bemutatón. Igen, tehát ezt úgy kell elképzelni most az elmúlt, hát mondjuk úgy, hogy fél évben, az nekem úgy nézik, hogy én minden nap 5:30-kor kelek, akkor van egy edzés, amit minden nap megpróbálok megcsinálni. De ezt nem a színház miatt, ezt ugye egyébként magadnak. Ezt egyébként ugye, igen. És utána 7:30-kor munka, és akkor általában olyan, hát általában 11 óra, amikor én hazaérek este. Uh-huh. Tehát legjobb esetben.
Még egy dolgot fontosnak tartok elárulni rólad, hogy nagyon is értesz az öltözködéshez, ugye? És valamelyik héten engem megcsíptek, hogy én meg ezt a casual szót, ezt én igazából nem ismerem, szóval nem tudtam, hogy micsoda, és most megállapodtunk, mivel ugye te vetted észre, hogy nem jó nyakkendőt vettem ehhez a Köszönöm szépen, Szilka Ági, majd biztos fog örülni, hogy én itt ennyire vagyok profi ebben a dologban. Hálásan köszönöm ezúttal is. Szóval, hogy te most ilyen casualben jöttél, ugye? Én casualben jöttem. Ennek az oka az, hogy most nagyon hideg van kint, és én most úgy gondoltam, hogy egy garbóban fogok jönni, igen, és egy zakóban. De azért ezt magyarázd el nekem is még egyszer, hogy az micsoda, mert ez nem, még egy jogi műsorban is jó, hogyha ezt elismételjük. Ugye te most formaruhában vagy, tehát igen. Ugye ez tehát a szokásos elegáns, formaruha, igen. Tehát eleve egy ilyen elegáns a casual, de ez egy pedig, esti elegancia is lehet. Abszolút, a casual az pedig egy, általában ugye egy zakó, egy, vagy egy sima ingel nyakkendő nélkül, vagy pedig akár egy garbóval. Tehát ilyen kvázi nappali, vagy sportos elegancia? Sportos eleganciának is mondhatjuk, igen. Most megjegyeztem, most már többet ezt nem kell tanulnom. Akkor most rátérhetünk arra ezután, hogy most még mindig tanulni fogok, csak most a kabinetnek a feladatait, hogy mik a kabinetnek a feladatai most Vödöllőn éppen. Tehát mi az, amivel akuttan napi ügyként, és amit egy ilyen perspektívikusabb stratégiai ügyként kell kezelnetek. Hát, hogyha összesítenem kell, akkor a kabinetnek a feladata elsősorban az, hogy ami a polgármesterhez közvetlenül tartozik, az ő hatáskörébe azokat a dolgokat ő előkészítse. Most nálunk ilyen például a sport, ilyen a kultúra, a turizmus, a nemzetközi kapcsolatok, természetesen ugye a politikai részei a dolgoknak, ugye egy városnak a vezetése, ugye ez politika, kommunikáció, marketing, tehát ez mind ide tartozik. Az itt lévő munkatársaknak az irányítása, mondjuk úgy, hogy az én feladatom. Ezeknek az összefogása, ezeknek a feladatoknak az összefogása, a munkatársak összefogása, és hogy ezek az anyagok megfelelően menjenek a polgármester úr elé. A honlapot azt a te, hogy is mondjam, jóváhagyásoddal, felügyeleteddel csináljátok? A honlap mondjuk úgy, hogy a jegyzőhöz tartozna, meg tartozik, de igazából a kommunikációs osztály tehát végzi. A vizuális része az a te... Igen, bár most éppen most, amikor ezt pár évvel ezelőtt 2006-ban átalakítottuk a honlapot, 2006-ban, majd 2010-ben, de most már megint egy frissítést igényel, tehát most pont egy teljesen új friss honlapon dolgozunk. Pedig hát nagyon jó a honlapotok, úgyhogy nem kell kapkodni akkor ezek szerint. Hát annó, amikor mi ezt elkészítettük, akkor egyébként nyertünk egy díjat, egy ilyen versenyen, ahol a legjobb dizájnú honlapot kapta meg, ezt a versenyben megnyertük ezt a díjat, de hát azóta azért eltelt 5 év, és azért kommunikációban 5 év az nagyon nagy idő. És főleg informatikában pedig pláne, mert hogyha belegondolunk, hogy mondjuk hol volt 5 évvel ezelőtt mondjuk a mobiltelefonok, és hol vagyunk ma, akkor azt azért láthatjuk, hogy az 5 évvel ezelőtti telefonok már majd, hogy nem őskövületnek számítanak. Na most hát ugyanígy azért a honlapokat is frissíteni kell folyamatosan. Gödöllőről mondhatjuk azt, hogy turisztikai célpont, vagy turisztikai célponttá vált? Részben igen, részben nem. Tehát a turisztikai célpont az a Gödöllői Királyi Kastély. Ezt 2006-ban, amikor én Gödöllőnek a kommunikációs igazgatója lettem, készítettünk egy felmérést, és helyben, országosan és nemzetközileg is, és igazából itt az országos volt a lényeg, ahol ugye Gödöllőről 2 dolgot tudtak az emberek, az egyik az a Gödöllői Királyi Kastély volt, meg Erzsébet királyné, a másik a polgármester, ugye Gémesi Györgynek a neve. Hát, hogyha turisztikába indulunk, akkor ugye egyedül a kastély az, amivel tudtunk valamit kezdeni, polgármester úrral nem sokat, tehát ő miatta nem nagyon fognak jönni. Bár most már jönnek ugye a Cyrano miatt például. A Cyrano az ugye most nem is tudom, 4-5-ször lement, úgyhogy teljes teltházzal. Tehát ez egy rendes teltházzal. Vállalkozásként is megállná most. Igen, hát az most 1600 ember előtt ment le, valószínűleg majd most kicsit pihenőbe tettük, de majd fel fogjuk újítani, majd lesznek még előadások. De mint nagyon kritikus ember azért azt elismered, hogy nagyon jól játszott a Gémesi doktor, ugye? Elismerem, igen.
Te is jó voltál, csak te korán meghaltál egyébként. Igen, én nagyon korán meghaltam, mert hogy kellékesnek is kell lenni valakinek hátul, tehát engem gyorsan kinyírnak 15 perc után, és akkor én hátulosztom a kellékeket, amire szükség van, meg ugye a színeknél az átalakítást, ez lényeges volt. És a kabinetvezetői állás az is ilyen multifunkcionális egyébként? Teljesen, igen. Tehát... Hát miután ugye emberekkel dolgozunk, akkor ugye itt vannak azért mindig bizonyos embereknek lelki problémáik. Rólam szokták mondani, hogy én nem vagyok egy lelkizős típus, ez egyébként így igaz. Én a szakmát szeretem, a munkát szeretem, és én azt szoktam mondani, hogy én a munkahelyemen nem nagyon szeretem azt, hogyha valaki behozza a magánéletét. Én sem viszem be a munkahelyemre a magánéletemet, én nem vagyok kíváncsi senkinek. Tehát tulajdonképpen szigorú vagy. Én nagyon. Igen. Olyan kedvesnek tűnsz. És azt mondd meg nekem, hogy ugye te televíziós szerkesztő is voltál, hogy ugye amikor egy stáb kimegy forgatni, akkor ki megfog valamit, a kameraállványt, vagy a lámpát, vagy valamit, tehát úgy nem érezzük azt csicskáztatásnak, hogy most, amikor egy ilyen vezetői funkcióban vagy, akkor vajon amikor ilyen rohangálós dolgok vannak, akkor te felhorkansz, vagy pedig te ezeket intézed? Én összefogok mindent, tehát én mindent összefogok, és én mindenhol ott vagyok. De hogyha neked ki kell rohannod, nem tudom, egy pohár vízért, akkor ki rohansz, vagy most már azért ezt nem erre vigyázol? Hát van nálam mindig víz, tehát nem kell kirohanni. Biztosítom magamat arról, hogy ne kelljen kirohannom egy pohár vízért. Természetesen, hogyha jönnek hozzám tárgyalni, akkor nem én fogom lefőzni a kávét, de megkérem arra a titkárnőt vagy a kolléganőmet, hogy hozzanak be egy pohár csésze kávét, de általában én azért mindent ugyanúgy átnézek, ugyanúgy átfogok, és én irányítok. Tehát úgy nem mehet ki dolog a kabinetről, hogy én azt mondjuk nem szignáltam le, vagy nem láttam, nem tudok róla, tehát ilyen feladat nincs. Na most honnan kerülnek a kabinethez az ügyek? Tehát ti találjátok ki, hogy milyen ügyek legyenek, vagy pedig a polgármester találja ki, vagy a képviselőtestület, vagy adódnak ügyek, amiket a lakosság szeretne megoldani. Tehát hogy alakul ki az a témakör, amivel kapcsolatban ti mondjuk például döntéselőkészítést megejtitek? Hát például látjuk a hiányosságokat. Tehát mondjuk ilyen, amit én összefogok, és én nagyon szeretek, az a gödöllői kultúra. Tehát ti magatok is kezdeményeztek akkor? Abszolút mi kezdeményezünk. Tehát igen. Mi például a gödöllői civilekkel, őket összefogjuk. A gödöllői kultúrának létezik egy kulturális kerekasztalunk, ahol a maga a kultúrának a vezetői, tehát a kulturális élet vezetői irányítják ezt a kulturális kerekasztalt, ezt részben közösen fogjuk össze, mondjuk így, és mi ott pontosan meghatározunk azt, hogy mi lesz a következő évi teljes program. Tehát mi most már a 2017-es éves programot készítjük elő. Tehát 2006-os éves programunk elkészült a kulturális évre, a 2017. évit kezdtük el elkészíteni. Költségvetést kell készítenünk erre, tehát mindenkinek el kell készíteni a saját költségvetését. Természetes az, hogy ugye mindenki szeretne egy kicsit azért több pénzt kapni, mert hát jó. Ennek az előkészítését is ti szervezitek? Abszolút. Tehát, hogy a döntés előkészítést, igen. Akkor azt ti... Igen, tehát mi döntés előkészítéseket hozunk, azt a polgármesterrel megvitatjuk, ő már egy kész anyagot kap, és így bemegy mondjuk a testület elé. Nagyon sokszor ugye a testület természetesen még tud rajta változtatni, tehát ugye ezek első olvasatok, ami a testület elé megy. A testület nagyon sokszor van, hogy mondjuk kér valamit, hogy ott legyen egy minimális változtatás. Ilyen volt például nemrégiben készült el az ifjúsági koncepció, Jagödöllőnek ez egy évig készült, és ott is volt a testületnek beleszólása, ami természetes, hogy mi az, amit még szeretne látni például egy ilyen koncepcióban. Na most, hogyha van egy A, B és C civil szervezet, akkor most azon kívül, hogy bejönnek, hogy hát Péter fiú, mi nagyon fontosak vagyunk, hogy mi kapjuk a legtöbb pénzt, ezen kívül mi az, ami alapján te azt el tudod dönteni, hogy mit javasolsz? Mert hiszen ez egy érdekes dolog, ugye döntés előkészítésnek hívják, de az egy döntés, amit te hozol, hogy most akkor te mit javasoljál. Létezik egy civil kerekasztal, és természetesen én kikérem az ő véleményüket is. Abból a szempontból lényeges ez, hogy ők azért látják, természetesen én is látom ugye a civileknek a működését,
de ők sokkal jobban látják azt, hogyha mondjuk lehet, hogy egy civil szervezet csak mondjuk 15 fős, de az eléggé aktív, akkor, és mondjuk a városban elég jelentős szerepet játszik, akkor ő nekik a megítélés szempontjából lehet, hogy egy nagyobb összeget fognak kapni, mint mondjuk egy olyan civil szervezet, aki lehet, hogy 45 főből áll, de még életemben nem láttam őket, hogy valamit tennének a városért. Négy színháza és amatőr színháza is van a városnak. Színtársulata. Színtársulata, bocsánatot kérek. Ez is fontos, ugye? Tehát négy csapat van, ugye, aki igen, akkor színi előadásokat produkál. Nem sok ez egy városnak? Négy színi társulat már úgy elégnek tűnik. Hát mondhatom azt, hogy végül is a színházzal sem volt olyan nagy hiba, mert hogy három színházunk, mondhatom, színpadunk van. Van ugye a Kastélyban a Barokk Színház, van a Művészetek Házában egy nagy színpadunk. Igen, ez a volt művelődési ház. Igen, és van az egyik iskolában, a Damjanich Általános Iskolának is van egy színpada, tehát végül is mondhatom azt, hogy három színpadunk van. Négy amatőr színtársulat van, és azt kell, hogy mondjam, hogy jól megférnek egymás mellett. Tehát mind a négy teljesen más arculatot visz, gazdag kulturális életünk van, teltházzal mennek a kulturális programok. Az, hogy sokan csinálnak aktívan színházat, az a passzív, tehát a színház látogatást is növeli, a passzív színház résztvevőket? Olyannyira növeli, hogy például nálunk most a Művészetek Házának van egy szerződése a játékszínnel. És például a játékszínben bemutatott darabok rögtön, a premier után megérkeznek Gödöllőre. És itt most van egy személyes kapcsolat, ugye a Németh Kristóf az ott Balázs, volt. Igen. A Kovács Balázs, aki most az igazgatója a Művészetek Házának, ő a Kristófnak volt a helyettese. És a Kristóf az meg most a játékszínnek az igazgatója, igen. Tehát, és most a Művészetek Háza az úgymond befogadó színházként is működik, és megtelnek, teltházal mennek az előadások szerencsére. Ott folyt nagy sikerrel a Cyrano néhány előadása. Igen. Ugye? Amikor készültünk erre a műsorra, akkor leírtam néhány olyan feladatot, ugye, ami a városi kabinet feladatkörébe tartozik, és van egy ilyen pont, hogy a városi imázs kialakítása, város marketing. Na most a városi imázs az nem olyan, ami magától kialakult, tehát azt ki kell találni? A város az egy brand, ezt úgy kell felfogni. Tehát ugyanúgy ma már, mint bármilyen márkát, a város is egy brand, ezt el kell adni. Tehát egy jelentése és definíciója és tartalma van. Igen, kell, hogy legyen. De ez önmagában édes kevés. Tehát ahhoz, hogy létezik egy település, annak van egy neve, van egy logója, van egy vezetője, ettől még nem biztos, hogy fognak róla tudni másik településen. Tehát, vagy az országon belül. Mi nekünk ezt fel kell építeni, és erre ma már egyébként egy teljes háttér épült fel, tehát ma már létezik úgynevezett ilyen tanácsadók is vannak, amik segítenek a településeknek ezt a marketinget, imást kialakítani. A városnak az imázsában, arculatában, ugye gondolom szerepel az, hogy kulturális, művészeti patrónus, és hát aktívan próbál egyfajta székhelye lenni a művészeteknek és a kultúrának, és ezen kívül ugye ezzel együtt is, vagy enélkül is turisztikai célponttá is válni. Igen, mint ahogy kezdtem, ugye, vagy ahogy már elmondtam, 2006-ban volt ez a felmérés nálunk, és pont akkor úgy gondoltuk, hogy nálunk elég erős a kulturális élet. Hogyha ezt összefogjuk és közösen felépítjük, akkor erre tud a város építeni. És ez egy tudatos építkezés volt, azóta is építkezünk, rengeteg imás filmet készítünk egyébként, elmondhatjuk, hogy szerencsére ezt mi belsőleg tudjuk, tehát nem x millió forintokat dobunk imás filmekre, hanem saját házilag készítjük el, és ezekkel reklámozzuk a települést, és ebbe is elég erősen megjelenik a kulturális élete a városnak. Te törzsgyökeres gödöllői vagy? Nem. Nem? Én Gyütment vagyok. Gyütment vagy, és mikor gyűjtél akkor? De már jó régen, nem? Én 2000-be költöztem Gödöllőre. Olyan szempontból van kötődésem a településhez, hogy nekünk ott volt telkünk gyerekkoromban, tehát gyerekkoromban nagyon sokat
töltöttem Gödöllőn, aztán nekem volt egy nagy kihagyásom, és 2000-ben költöztem vissza. Hát úgy emlékszem, hogy mondjuk 30 évvel ezelőtt Gödöllőnek igazából az volt a híre, neve, hogy ott van az Agrártudományi Egyetem. Igen. De most már egészen más, hiszen most már a Grassalkovics kastély, a Sziszi Emlékmúzeum és a gödöllői kulturális élet olyan, ami tényleg példaértékű, példamutató, és hát nagyon sok művész is költözött oda. Az viszont nagyon meglepett, amikor az előbb említetted a színpadokat, tehát a színjátszási lehetőségeket, akkor a Szent István Egyetemet kihagytad. A Szent István Egyetem az mennyire integráns része a gödöllői kulturális élet? Nem. Azt kell mondjam, hogy város a városban. Tehát nincs igazán beépülve a városnak a köztudatába. Természetesen tudjuk, hogy ott van a Szent István Egyetem, de igazából az egyetem az talán a vasút miatt is így picit elkülönül a várostól. Tehát van Gödöllő, és Gödöllőn belül van az egyetem, de mégis egy kicsit azért szeparálva van a településtől. Igen, ez azért érdekes, mert ugye amikor Gödöllőről írnak, akkor azt írják, hogy Gödöllőn van a Grassalkovics kastély, és Gödöllőn van a Szent István Egyetem. Igen. Tehát azért ezt így az első kettő-három között meg szokták említeni. És van lehetőség arra, vagy van elképzelés, hogy egy kicsit szorosabb legyen a kapcsolat, ez segítene, vagy pedig a függetlensége az egyetemnek az maradjon meg? Hát az egyetem valószínűleg szereti a függetlenségét, de kultúrában egyébként van kooperáció. Tehát mi együtt szoktunk működni az egyetemnek a könyvtárával, a gépmúzeummal, tehát például a művészetek éjszaka, a múzeumok éjszakáján van közös program, ők szintén részt vesznek egyébként az egyetemnek, a kulturális része részt vesz ezen a kulturális kerekasztalon. Tehát a kultúra között van így kapcsolat. Közvetlenül az egyetem vezetése és mondjuk a város vezetése között már egy picit kevesebb, de például ugye az egyetemen belül van ugye a GEAC, ami ugye az ottani sportközpont, mondjuk így, az viszont természetesen mondhatjuk, hogy szintén szerves része a városnak. Na most, hogyha 30 évvel ezelőtti Gödöllőt veszük, ugye, hogy Agrártudományi Egyetem, illetve javíts ki, ha rosszul mondom, hogy valamiféle ilyen kutatóintézet is volt ott, meg igen, biotechnológia központ, kísérletek, egyebek folytak, hogy most ahhoz képest az egy síkú profilhoz képest, most ma Gödöllő, amely egyébként csodálatos helyen van, tehát csodálatos a fekvése Gödöllőnek, Mária Besnyő. Ugye az is egy csodálatos templom, csodálatos hely. Én oda beírnám harmadiknak, vagy negyediknek, vagy ötödiknek ezt is. Most mi az, amit mondanál nekem, mondjuk megjövök Amerikából, és azt mondod, hogy nézzek el Gödöllőre. Természetesen a kastély. Természetesen azok a kulturális programok, ami Gödöllőn vannak, például van egy szimfonikus zenekarunk, ahhoz nem kell például színházba jönni egy amerikai turistának, hogy megértse a zenét. És ugyan nem közvetlenül Gödöllőn, de Gödöllő mellett található a Lázár Lovaspark, ami szintén most már nagyon jelentős. És ez igazából a településhez, Gödöllőhöz kötik. Az milyen völgy? Hogy hívják? Domonyvölgy. Domonyvölgyben található, de igazából a Gödöllőhöz kötik. Tehát aki Gödöllőre eljön a kastélyba, utána ők meglátogatják a Lázár Lovasparkot, ami szintén egy színfoltja, mondhatom, aztán Gödöllőnek és a településnek, de természetesen most nálunk a legerősebb az a kultúra. Elégedettek lehetünk a mostani pozicionálásával a városnak? Vagyis te most egy kicsit így megnyugodva nézed a mostani arculatát? Sosem vagyok elégedett. Erre nem tudok mit mondani, ehhez csak gratulálni tudok, hogy akkor további jó munkát kívánjak. És akkor nagyon remélem, hogy egy kicsit többet tudtunk meg erről a bizonyos kabinetvezetői pozícióról, a gödöllői önkormányzat munkájáról, és hát magáról Gödöllőről is. Köszönöm szépen, hogy ide fáradtál, és hogy beszélgettél velem. Köszönöm a meghívást. És megköszönöm a kedves nézők figyelmét is. Ennyi volt már a jogos kérdés. Az ennél jogosabb kérdéseket is várjuk szeretettel a jogoskérdés@6oscsatorna.hu e-mail címre. Viszontlátásra!